Sziasztok, itt vagyunk a Play IT-n. Kit köszönthetünk bennetek? Én Lulu vagyok, a League of Legends-ből, a Dragon Trainer skinjével, és amúgy Flower Band Flow cosplay vagyok. Te pedig? Én Reno Jackson vagyok a Hearthstone-ból, és Alphonse cosplay-nél találtok meg. Szuper, miért ezeket a karaktereket választottátok? Ezért megint én. Hozzám Lulu nagyon közel áll, Lulu main vagyok, és nagyon szeretem ezt a skinjét eleve, és teljesen egy ilyen random felindulásból elkezdtem megcsinálni. Utána szerintem egy éve folyamatosan javítgatom, fejleszgetem, de még mindig nincs teljesen kész. Neked? Hát Indiana Jones az nem annyira a gamer világa, viszont egy nagyon hasonló karakter maga Reno Jackson, és majd be hozzá képest én nagyon kényelmesen érzem magam, amiben én vagyok, és viszonylag olcsóban is tudtam hozni, mint most a nekem egy csillókábrújás páncélom az, amit rendszerint hoztak, de abban most nem akartam itt kényelmetlenítettem. Vannak tervek esetleg arra, hogy közös ilyen cosplayeket csináljatok, vagy ezzel még nem gondolkodhatok? Az a Book of Life volt, a két halálisten. De az egy nagyon messzi terv, mert nagyon sokat szennünk el, meg nagyon nagy volumenünk. Úgyhogy az még, amíg mind a ketten fixen nem dolgozunk, az el van vettem. Hogyan csöppentetek bele a cosplay világában? Hát én művészeti gimnáziumba jártam, és nem is végeztem, most már okáért tanulok, és felettem két évvel volt Roxy Wonderland, és nagyon jó barátnők lettünk. Valahogy megláttam őket egy-egy rendezvényen, felismertem őket, ugye én akkor civilben voltam kint, és az akkori barátnőmnek azt mondtam, hogy hát figyelj Risa, ezt meg kell csinálnunk, csináljunk már, meg menjünk ki így egy rendezvényre, és kimentünk, és igazából azóta aktívan 4-5 éve már folyamatosan csináljuk a jelmezeket. Nem feltétlenül barátnőmmel van, hogy Roxival van, hogy ugye Bencével, Alfonzzal közösen, mindig mással, de azóta aktívan. És neked? Hát én csak egy csillókábrújás páncélt akartam csinálni. Csak több lett belőle. Van egy Grace jelmezem a League of Legends-ből, meg van most ez a Reno Jackson, de igazából majd szeretnék visszatérni a csillókábrújás vonalhoz. Ugyan a mostani rendezvényen nem indultatok versenyen, és a későbbiekben sem akartok, vagy azért úgy szemezgettetek vele? Nem, soha nem szemezgettünk. Én a legelső jelmezemben indultam egy cosplay versenyen, ott megnyertem az első helyet, és azóta nem... És ez akkora negatív benyomás, tehát hogy innentől felhagytál vele? Nem, a győzelem volt negatív, tehát annak nagyon örülök a mai napig, mert meg is van az oklevél, meg nagyra tartom, hanem a maga utána a visszajelzések a cosplayer világból, mert mentek a fúrászat, és ez nekem nem kellett, és azóta emiatt is én magamnak csinálgatom egy fotózásra, de így ennyi. Téged se van, ugyanez? Nagyon világban. Ha egy korlátlan keret állna a rendelkezésetekre, melyik lenne az a cosplay, amit megcsinálnátok? Szerintem a Lamuerta meg a Psyvalba, hogyha tényleg korlátlan lenne, én biztos, hogy a Lamuertének állnék neki. Nekem egy Republic Commandos pár háborújából. Jól hangzik, szuper, köszönjük, és jó szórakozást nektek!